Jó reggelt, jó napot kívánok a Sport TV nézőinek, Köves Gáborral egyetemben köszöntöm Önöket. A verseny Győrből, az olimpiai parkból, kicsit fellengzős neve van, az a neve, hogy Masters, de hát ezt tudjuk, hogy az évvégi nagy versenyekre illik a világban is. Tulajdonképpen így kellene helyesen hívni az évvégi versenyt az ATP-nél és a WTA-nál is. Magyarországon ez az első alkalom, majd hogy ez hogyan jött létre, a későbbiek során beszélünk. Mack Péter az egyik résztvevő. Köves Gábornak, kommentátor kollégámnak nagyon nagy szerencséje lesz, mert ugye tulajdonképpen a Davis Kupa keret tagjai itt vannak. Az ő ellenfele pedig Marozsán Fábián lesz. Őt volt szerencsém látni tavaly nyáron. Balaton-Almádiban nyert egy ITF versenyt, ha jól emlékszem. Szóval ő kezdi. Szóval mindenki ismerő számodra. Sajnos a fülünkön még egyelőre a helyszínről nem érkezett meg a helyszíni hang. Mindegyiket ismered, akiket a pályán látunk majd. Mit várhatunk utána majd a verseny lebonyolítási rendjéről folyamatosan? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Szép jó reggelt, illetve most már jó napot mindenkinek. Lassan. Marozsán Fábián adogat. Mack Péterrel játszik az első mérkőzésen. A két játékosról ugye előjáróban annyit, hogy Marozsán Fábián az, aki talán jobban szeret kemény pályán játszani, és gyorsabban üti a labdákat, míg Mack Péter salakot kedveli jobban. A pálya nem annyira gyors, tehát ezt kompenzálni tudja majd, azt hiszem, ezt a problémát, hogyha annak lehet nevezni Mack Péternek, hogy egy picit gyorsabb a kedvezőnél a pálya. Meglátjuk, hogy mennyire jól tudnak alkalmazkodni a környezethez. Elég érdekes a helyszín. Egy olyan pályán játszanak, ahol a kifutó sem olyan nagy, de elégséges ahhoz bőven, hogy játszanak. Egy nagyon jó kifejtőzés. Ez kim volt szerintem. Ezzel ne vicceljünk, de azért ezt ne várjuk, hogy sólyom szemlehívás lesz. De legalább látod a sebességet, a szerva sebességét látjuk. És támadja, és esetleg csak egy hosszú szép ütés Marozsánnak. Gémlabdája van így. Szóval teljesen véletlenül én tavaly Balaton-Almádiban nyáron láttam azt a verset, ahol ő a döntővel 30 mind, akkor ezek szerint ez benn volt. Biztos, hogy hosszú volt. Én szerintem is. Egy ausztrál fiút ott gondolják, hogy ezt mondjuk hozzá eléggé stabilan. Ez egy ITF M15-ös a fonyolat. Ez is jó, gyönyörű elütés, fantasztikus. 30-40. Na, akkor ezek szerint mégis jó volt. Jó volt az előző. Bréklabda van tehát rögtön a mérkőzés elején, Mack Péter a kedvezményezettje. Köszönjük szépen, közben megérkezett a helyszíni hang is. Így a reakciókból is majd többet látunk. És már is hárítva. Egyenlő. A bréklabda, egyenlő az állás. Győr tenisz hangból keresem a lombucát. Azt kérjem, hogy az még egyszer egy remek fogadás. Ne küldjétek vissza, amit én küldök, mert halljuk az ajt is azon a csatornán, és így késve elég zavaró. A második fogadó előny tehát. Rendben, köszönjük, így jó lesz. Ez lepattan, és kint van. És brékkel indul a mérkőzés. Mack Péter a másodikat már tudja értékesíteni 1-0. Szóval akkor a verseny lebonyolításáról. Eredetileg ugye, mint a Masters-ek, ez is 8 fős volt, csak hát ugye napjaink nagy rendezője a Covid ebbe is beleszólt, meg hát különböző sérülések. A játékosok közül Valkusz Péter
nem tudott ugye negatív... Valkusz Máté. Valkusz Máté, mindenkit lepétereztem itt közben már. Szóval Valkusz Máté nem tudott negatív tesztet produkálni. Balázs Attilának a helyzetéről pedig te tudsz jobban, őnála nem a Covid játszott szerepet. Nem, ő elég régóta bajlódik egy talpsérüléssel, ami javulóban van, és majdnem 100%-os, de nem tudott kockáztatni, hogy rajthoz álljon ezen a hétvégén Győrben. Sajnos, így 6 játékos vesz részt a tornán. Két csoportban. Így van, 2-3-as csoportban, mindenki játszik mindenkivel. Ezután a találkozó után majd Fucsovics Marcit látjuk Madarász Gergely ellen, az egyes számú magyar játékosa. Már hátrébb érzett fiatal emberrel. Hopp, egy újabb hiba. 15 mind így. Szóval a lebonyolítási rend ez. 2-3-as csoport, mindenki játszik mindenkivel, ez ugye összesen 3 mérkőzés, és utána az elsők játszanak az első helyért, a másodikok a harmadikért, és az harmadik helyezettek játszanak. A programban még majd szerepel gyerektenisz, és hát a tenisz egyik mondjuk szakága, a kerekesszékes tenisz, szerintem nagyon fogják majd kedvelni a kedves nézők ezt is, mert Magyarországon ezt ritkán látják, pedig hát ugye elég régóta már Grand Slam szám is a kerekesszékes tenisz. Erre is készülnek majd a déli órákban. Ez Marozsán hibája volt. Hát az várható a mérkőzésen, hogy Marozsán Fábián lesz majd a kezdeményező, ő fog gyorsabban játszani, valószínűleg többet is hibázni, és Mag Peti lesz majd az, aki játékba próbálja tartani a labdát, és megnyerni a labdameneteket. Persze most van esélye adogatóként, viszont ezt kihúzta egy kicsit ezt a tenyerest. A játékvezető, aki nem más, mint Szörény Rezső, a székből mutatta, hogy ez a labda bizony hosszú volt, ezt, hogyha pályára megy, bárhova jó, de mint a lassítás. Most a kevesebb több lett volna. Ez is hosszú egy kicsit. A hagyományos játékvezetés van. Mostanában majdnem minden versenyen más volt a helyzet. Szép labdamenet és óriási mászli a végén. 40-32-0-ja lehet Mag Petinek. Igen, nagyon szépen tartja a ritmust, teljesen, és ez egy nagyon hosszú labdamenet volt. Igen, teljesen igazad van, ő az, aki tartja a pályán a labdát. És közben jókat is szervár, csak ez hosszú volt. Egy labda elkószált. Ez kevés volt viszont. Egyenlő. Az előbb dicsértük meg Mag Petit, hogy milyen jól tartja a labdát a pályán. Nem sikerült most. Egyenlő. Itt lévők közül, azt hiszem ő a legfiatalabb, még nincs 20 éves, 2001-ben. Akkor most van a 20. életévében. Marozsán 94-es. Az egy kicsit előny ma. Soknak tűnik számomra. Hát a hivatalos. Nem, bocsáss meg, az sok valóban, ő 99-es. Na azért. M-betűsek. Ső és októberi. Ez kim van egy kicsit. Ne feledjük, megint gémlabda volt. Játék ma. 2-0. Nagyon szépen hozta az adogatását, kellett egy kis szerencse is ezzel a hálóra rácsurgó labdával, de stabilabban játszik egyelőre Mag Péter, mint
Marozsán Fábián, és így... És ez a papírforma is? Eredetileg Fábián előrébb van a ranglistán, és azt nem tudom, hogy jócskán mennyit játszottak egymás ellen korábban, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy a mérkőzések többségét inkább Fábián nyerte meg, hiszen ő idősebb, és itt a junioroknál lesz azért elég sokat számít. Most már ugye a felnőttek között játszanak mind a ketten közben egy ász kifelé, és itt ezek a különbségek eltűnnek, de mondjuk, hogy egy 18 éves játszik egy 16 évessel, azért ott általában az idősebb játékos nyer, ha ugye jó játékosokról beszélünk, persze ez nem mindig van így, de azért elég nagy előny a két év, és ha jól számoltam, akkor ugye két év van a két játékos között. Így van. Így van. Köszi. Gyere, de most már ez az a kor, amikor már ez nem játszik. Igen. Közben gyorsan 40 semmire alakult. Most Marozsán Fábián kiválókat szervál. Hát ezek azok a labdák, igen, amelyek ugye Fábiától általában nem férnek bele, most 40 semminél talán igen. Játék. És itt megvan az első adogató játék így. Marozsán Fábiának, de Mag Péter vezet 2-1-re, tehát az ő előnyével jön majd a folytatása a reklám után. Na, maradjanak továbbra is a Sport TV-vel. Készlet kisöprés az e-magon! Vásárolj Asus Full HD Gaming Monitort 54.900 forintért! És Krups Dolce Gusto Genio 2 kapszulás kávéfőzőt 21.900 forintért! E-mag! Fejlődésben tartunk! Mi a puffadás? Hasi panaszok és egy sor kínzó érzés. Közérzetünk romlik, önbizalmunk csökken. Próbálja ki az Espumizánt. Szimetikon hatóanyaga lebontja a gázbuborékokat, ön pedig visszanyerheti egyensúlyát. Espumizán. Elég a puffadásból. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét. Padlóra küldi a puffadás. Az Espumizán Max segíthet a puffadás okozta problémákon. Mindig Aldi, mindig akció. 700 g Milfina trapista sajt csak 999 forint, a Happy Harvest pisztácia kilója csak 4390 forint. Akcióink bárhol, bármikor elérhetőek. Keresse szórólapunkat online is. Mindig Aldi. Már közben meg volt az első pont. Adogatóként Mag Péter szerezte egy jó adogatás után, meggyorsított együttést, és az már sok volt Fábiánnak. Hasonló a képlet most is. Jó adogatás, gyorsütés, és adogatóként szépen agresszívan játszik Mag Péter. Szép, de könnyedén szedi föl. Túlment. Egyszer egy ilyen, már emlékszünk rá, az első játékba bejött. De eléggé határozottan mondta be a vonalbíró. A játékvezető mondta be a székből. Ja, igen. A vonalbíró szerintem nem. Igen, igazad van, nem a vonalbíró elmélet. Ez viszont egy ász. Bizony. Most már neki is van.
nem. Mert, ez nagy homály volt. Hogyha jól látom, és valószínűleg jól látom, nincs is az alapvonalon vonalbíró. Tehát azt a játékvezetőnek kell bemondani azokat a labdákat. Csak a szerva vonalon van, meg hátul, a távoli oldalon, az oldalvonalon van egy vonalbíró, hogy látható a képen, hogy ott ül a bal oldalon az adogató vonalon az egyik vonalbíró, a másik oldalon, a hátul, a távoli oldalon a játékvezetőnek, hogy segítsen. Ilyenről még eddig nem is hallottam, ez egy kettős hiba volt közben. Hát valószínű, hogy hát nem szeretnék, hogyha túl sok vonalbíró lenne a vírushelyzet miatt, és így azt a két vonalat próbálják, vagy abban segítenek a játékvezetőnek, ugye a legnehezebb látni. Főleg hát szerintem borítás. Az alapvonal is a nehezek közé tartozik. Hát ott sok hosszabb ideig repül a labda, és több ideje van a játékvezetőnek, hogy reagáljon. A szerváknál talán egy kicsit nehezebb a helyzete. Mindkét játékosnak egyelőre problémája van azokkal az ütésekkel, amelyek szépen gyorsan, laposan jönnek. Itt látjuk még egyszer, hogy ez egy gyors labda hosszan a vonal elé, és egy kicsit későn reagáltak, elég sokszor mind a ketten ezeknél. Azt mondtad, hogy Marozsának inkább jobban fekszik ez a pálya, hát... Egyelőre nem látszik, ezt nem akarod mondani? Igen. 3-1 tartja az előnyt Mag Péter. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a srácok egymással nagyon sokat edzenek. Egy csoportban vannak a tenisz szövetség pályáján, Palágyi Miklós foglalkozik velük, és hát kívülről belülről ismerik egymás játékát, ami még fontos, hogy Mag Péter, aki ugye nem kedveli annyira szerintem a gyors pályát, meg a kemény pályát, és a játéka talán kedvezőbb és hatékonyabb a salakpályás teniszre, ő is sokat edz ezen a borításon, és nagyon jó teljesítményűt is eddig. Marozsán közben beütötte a második foghatatlan szerváját. Ebbe beleszólt a háló. Meg széles is. Igen, én azt vettem észre, hogy Marozsán a fonák oldalon azért eléggé sebezhető. Laposan játszik, nagyon gyors tenisze van, de sok a hiba, amikor őt mozgatják, főleg akkor. Közben még egy ász. Igen. Én már a harmadik neki. De egyszer csak, ha beindul a gépezet, akkor szórja a nyerőket sorozatban. Kicsit hosszú. Jöhet a szépítés is akár. Átment a másik oldalra, hallották a játékvezető ítéletét is, gondolom. És ez megint egy remek, gyakorlatilag áztérő szerva, 3-2, innen jön majd a folytatás, tartsanak továbbra is a Sport TV-vel. Készlet kisöprés az e-magon! Vásárolj Asus Full HD Gaming Monitort 54.900 forintért, és Krupp Dolce Gusto Genio 2 kapszulás kávéfőzőt 21.900 forintért. E-mag, fejlődésben tartunk! Minden napnak megvan a saját ritmusa, ami könnyen megtörhet. A heparin optimális koncentrációjának köszönhetően a liotongél enyhülést hoz a lábnak, csökkenti a duzzanatot és kellemes, hűsítő érzést nyújt. Használd a liotongélt lábaid kényelméért és egészségéért egész évben. Liatan!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ha minden bizonytalan, ők a biztonságot jelentik neked. Hogy bármikor együtt lehessetek, alkoss velük hipercsoportot a Telenornál. Mert többen, több kedvezmény vár rátok. Plusz itt a kvadhátlapi kamerás Samsung Galaxy A21s. Hiperem tarifákkal most 0 forintért. Ismét Győrben vagyunk. A Home Masters. Na, nincs labda. A labdaszedő nincs. Láttál labdaszedőt? Igen, láttam, bocsánat, igen. Marozsán Fábián már készen áll. Mehetünk. Azt hiszem, hogy most már csak ránk vártok. Az állás tehát 3-2 az adogatónak, előnyben szervál tehát Mag Péter. Lő szervája is jó. Szépen ment kifelé. A játszma közepén járunk, de most már egyre veszélyesebb a helyzet Marozsán Fábiánnak, hiszen ugye a korai brékkel nehéz helyzetbe hozta saját magát. Itt viszont szépen támadólag lép fel. Ami meghozza az eredményt. Ez jónak tűnt. Nekem legalábbis. Szép. Ez is másodszor is megcsinálja, gyönyörű volt. Hát most arra is figyelni kell, hogy 6. játék, itt azért már használtabbak a labdák, több ideje van a játékosoknak, és így kivárta a megfelelő pillanatot fogadóként Marozsán Fábián, szép fonák egyenesen nyerte meg a pontot. Ez vagy 187, vagy 197, innen ugye homályosan lehet csak látni a sebességet, de ez egy nagyon jó adogatás volt. Vagy az én szemem rossz. Kb. Stimmel. És ez pedig hozza. 15-30-ról gyönyörűen csinál 3 pontot, Mag Péter. Akkor gyorsan itt még elkezdődik a hetedik játék, elmondom, hogy ebben a csoport, ez a B csoport egyébként, még Vörös Máté van, ő az, aki Valkusz Máté, ő is Máté, ugye? Ő is Máté, így van, jól mondod, de nem szólok, akkor jól mondod. Már az előbb nagyon megzavarta ezzel. Az A csoportban van Piros Zsombor, Madarász Gergely és Fucsovics Marci. Fucsovics Marci és Madarász Gergely mérkőzése lesz majd a következő, az A csoport első találkozója. És amit azt korábban már elmondtam, mindenki játszik mindenkivel a csoportban, és utána a csoport elsők játszanak majd a Home Masters címért.
Ez az, ami ugye megjegyeztem, hogy Fábiánnál a legnagyobb probléma, hogy a ki nem kényszerített hibákat kell, hogy visszaszorítsa ahhoz, hogy még hatékonyabb legyen. És ugye védekező helyzetben kellene játékba tartani a labdát, ami az előbb nem ment az előző játék vége felé. Ez viszont egy remek szerva, mennyit látsz? Nagyon pici az a szám. Igen, vagy 169, vagy 189. De ez inkább 189 volt. Ez szép. Jó adogatás után egyből tudott támadni Fábián. Maga biztos adogató pont. A gond a számára az az, hogy továbbra is break hátrányban van. Igen, hát az nagyon sokba kerülhet a végén. És az állás így 4-3-ra módosul a negyedik ásszal. Mindjárt jön a folytatás, tartsanak tovább is a Sport TV-vel. Az ünnep az, amikor van idő együtt lenni, amikor minden kihívás ellenére a távolság egy gomnyomásra megszűnik, mintha nem is lett volna. A megjelölt műszaki termékekre elérhető a 22 havi 0% THM. Sőt, számos Apple terméket leárasztunk, így az Apple iPhone SE okostelefon havi 7273 forint. Vannak dolgok, amiket nem tudunk elrejteni. Ilyenek a megfázás tünetei. A Gripposta C-kapszula segít leküzdeni a megküléses betegséget bosszantó tüneteit. Aktív hatóanyagainak és emelt C-vitamin tartalmának köszönhetően pedig nem kell többi a tüneteket rejtegetned. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét. Karácsonyi ajánlatunk van. Három ékszer vásárlása esetén az egyiket ajándékba adjuk. Pandora, something about you. Na, az egyikőjük már kint van, nevezetesen az adogatáshoz készülő Mag Péter, ő mindig nagyon, nagyon gyorsan készen áll. Szóval ő neki van előnye, B csoportos mérkőzésen. És hát új labdákkal adogathat. Igen. Ez azért előny ebben a helyzetben, bár be is kell hozzáütni az első szervákat. Ez így is legyen. Szép. Gyönyörűen készítette elő. És egy röptével kiválóan fejezi be ezt a labdamenetet. Nem is kellett a vonal mellé helyezni. Kézre kapta. Újabb szép pont. Mennyit számít, hogy valaki beüti az első szervákat, sokkal nagyobb esély van, hogy támadni tudjon és befejezze a pontokat. Ebben a gémben nagyon hatékony Mag Péter. Hatékonyság most egy. Igen, hát a másik szerv után egy kicsit gyorsabban tudott játszani Marozsán Fábián. Ami mindkét játékosnál hiányzik, az az, hogy bizony ez is egy pontosan egy olyan helyzet volt, hogy egy gyors labdából túl akarja ütni a másikat, ahelyett, hogy csak visszatenné a labdát és a pontban maradna. Ez mindkettőjüknél hiányzik. Kim van? Ez más helyzet, itt most ki volt szorítva Fábián, itt nem volt esélye.
Gyönyörű szerva. Tartja az előnyt. Mag vezet 5-3-ra. 5-3 Mag Péternek tehát. A győri verseny első mérkőzésén. A majdnem új labdákkal szerválhat most Marozsán Fábián. Hát, hogyha ügyes talál egy-kettő egy labdát, ami még nem volt forgalomban, vagy nem volt játékban. Ez kín volt szerintem, igen. Igen, és most, mint hogyha meghallottam, hogy mit mondtam az imént, Mag Péter nem próbálta megütni a labdát védekező helyzetből, hanem csak visszatenni. Hát most nem sikerült, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy jó döntés volt. Szép szerva. Ez gyönyörű volt megint. 30 semmi. Újabb biztos pont az adogatónak. Fábián pedig könnyű labda volt, és be is fejezhette igen, volna a pontot. Túlmegy. Hát igen, ez... Hát a ki nem kényszerített hibák ez... sorakoznak a neve mellett, és hát ezért is áll rosszul az eredményjelzőn. Még fogadóként talán belefér, hogyha egy ilyet üt az ember, de adogat be. Sőt, nem is egyet, kettőt ütött. Most már itt a harmadik. Ez harmadik. Mondjuk egy jó fogadás volt. Ami egyben bréklabda is Mag Péternek, egyben. Játszmalabda is először a mérkőzés során. Azért ezt nagyon könnyedén tudta hárítani. Az első lehetőség tehát elment. Sőt, egy remek szervával már nála. A 178-es. 170, igen. Nagyon pici szám. Lehet, hogy a sebességjelző nem tökéletesen mutatja mindig az adogatásokat. Ezt mondjuk, ez biztos, hogy lassabb volt. Hoppá, megint csak ki nem kényszerített hiba. Ilyen rettenetesen nagy kockázattal játszik, nem csak a sebességben Marozsán Fábián, hanem laposan üti a labdákat, sok ütése megy a hálóba. Előny Marozsán. És utána jön egy vágott szerva. Nem is a legnagyobbakból, de megint Marozsánnál van az előny. Szép. 5-4, megint csak sikerült hozni a saját adogatójátékát. Hát a végén lehet, hogy nagyon sajnálja majd az első elbukott adogatójátékot. Jön a reklám, aztán a folytatás, maradjanak továbbra is a Sport TV-vel. Praktikus vagy romantikus, bármelyiket is választom, Vizával fizetek, mert így biztonságban van a pénzem. Klasszikus vagy modern, bármelyiket is választom, Vizával fizetek, mert így kéznél van a pénzem. Még ha nem is tudod, mit vegyél karácsonyra, azt már tudod, mivel fizes. Az ünnep az, amikor van idő együtt lenni, amikor minden kihívás ellenére a távolság egy gomnyomásra megszűnik, mintha nem is lett volna. Nagy márkák ünnepe a Media Marktban. Válogass akciós termékeink közül. Például az akár 20 órás üzemidejű JBL Charge 4 Camo. Most csak 39.900 forint. Media Markt. Kinder Bueno.
emlékeztessen. Jön a folytatás Győrből, és ahogy már megszoktuk, Mag Péter már itt van. Az a helyzet a korábbiakhoz képest, hogy ő előtt a nagy lehetőség. Adogathat az első játszma megnyeréséért, előnyben van, sőt, egy ponttal előrébb is már. Eddig szépen stabilan játszik, talán egyszer volt 15-30, meg egyszer egyenlő a mérkőzés elején még. Az adogatásánál, de elég stabilan játszik. Remekül megy előre, gyönyörűen mozgatta. 30 semmi. Kár volt, ez egy nagyon gyámoltalan ütés volt. Még egy hiba. Kényszerített hiba most 5-4-30 semminél. Mag Pétertől. Ez viszont egy remek vágott szerva volt ismét. Itt is 170 és 180 között valahol. Vagy 0 vagy 8-as volt az utolsó szám. Labda. Nem sikerült. Volt az előzőben is már szetlabda, csak akkor a breaklabdát nem tudta értékesíteni. Ez volt a második szetlabda. Hát meg akarta lepni Fábiánt egy szerva röpte játékot, csak hát nem ért előre időben. A T-vonal környékén kapta a cipőfűzőjéhez a labdát. Hiba. Na kérem szépen, a játma végére akár vissza is jöhet Marozsán. Neki most van először a mérkőzés során fogadó előnye. Kicsit megijedt a lehetőségtől, úgy érzem, Mag Péter, hogy a 30 semmije volt, és jöttek a ki nem kényszerített hibák. Marozsán meg úgy látszik földobta. Nem jó ez sem. Szép. Jaj, éppen, hogy csak elmegy. Nagy mentés lett volna, és nincs meg. Ötöt. Szépen védekezett Mag Peti egy gyönyörű labdát ütött egyenesbe, amit keresztbe szépen leröptézett Marozsán Fábián, de a fonák egyenes elütés már széles lett, így hát 30 semmiről, illetve szetlabdáról bukja az adogató játékát Mag Péter. És most már megint lehet akármi. Ötöt. Hát egy picit megijedt most, úgy érzem, a lehetőség. A 30 semminél két olyan hibája volt, amit ugye, most nem azt mondom, hogy álmában beüt és megjátszik, de benne volt az is, hogy 5-4-30 semmije volt, és közel volt a játszó megnyeréséhez. Nem.
azt akartam mondani, hogy Marozsán, hogyha már ideig eljutott, akkor most itt kellene egy kis összpontosítással azokat a rettenetes hibákat elbukni. No, ez új, akkor erről a szabályról még nem tudtunk, hogy nem... Mert ezt később tudjuk meg akkor ezek szerint. 5-5-re van. Rövidítés ezek szerint. Hát az nem lehet, mert 15 mind, akkor azt rosszul írták ki, mert a játék... Nem, igen, akkor azért nem stimmel. Akkor szerintem először rosszat nyomott meg a játékvezető. Na, megijedtem, mert erről nem tudtunk. 30-15 közben. Marozsán magához tért. Gyönyörűen csinálja a másik oldalt, lövi be. Először a mérkőzés során vezethet Marozsán Fábián. Túl védekező játék volt Mag Pétertől, és így simán volt ideje bőven befejezni a pontot Marozsán Fábiának. Ez hosszúnak tűnt ez a szerva, Mag Péter megállt, de hát lehet, hogy... Nem. Most már mindegy, sőt, teljesen mindegy, így van. 6-5, tehát átvette a vezetést Marozsán Fábián, és az egyenlítését kell majd adogatnia, ha visszajövünk Mag Péternek. Tartsanak akkor is a Sport TV-vel. Praktikus vagy romantikus, bármelyiket is választom, Vizával fizetek, mert így biztonságban van a pénzem. Klasszikus vagy modern, bármelyiket is választom, Vizával fizetek, mert így kéznél van a pénzem. Még ha nem is tudod, mit vegyél karácsonyra, azt már tudod, mivel fizes. Felejthetetlen finomságok Aldi árakon. Sok őr, kizárólag az Aldiban. A csokoládé Maltittal csak 299 forint, az ostyagolyó csak 669 forint, a töltött tej csokoládé csak 699 forint. Mindig Aldi. Készen áll a térre? És az autója? A Dynaflash technológiának köszönhetően a Shelby Power Diesel a lerakódások eltávolításával elősegítheti a motor megtisztulását. Próbálja ki a Shelby Power Dieselt heddenként Shell Fuel Safe Diesel áron. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek shell.hu. Shell. Go well. Lett izgalom a végére, itt az első mérkőzés első játszmájában. Nagyon sokáig tudta tartani az előnyét Mag Péter, amit az első játék elvételével, első adogatójáték elvételével tudott megszerezni. 5-3 után viszont 3-at nyert Marozsán Fábián. Hát ott volt a kezében a játszma Mag Péternek, 30 semmije volt 5-4-nél, ott nem játszott igazán jól, és így esélyt adott Fábiánnak, hogy visszajöjjön. Aki élt is ezzel a lehetőséggel, persze. Közben második adogatás. Nagyon szép dolgokat látunk Fábiántól, de van azért rendesen üres járat is, és olyan labdák, amelyeket ugye meg lehetne játszani, és ezért nincs előrébb a világranglistán egyelőre. Meg kell találni a azt mondom, hogy befejezem, meg kell találni azt a játékot, ami optimális és kevesebb hibát eredményez. Persze az agresszív tenisz az egy alap a mai teniszben, csak hát vannak olyan labdák, amikor hozhatnál egy kicsit
átgondoltabb döntést is, és ez hiányzik nála sokszor. Szép. Ó, majdnem meglett ez is. Közel vagyunk az első játszma szétütéséhez, a tiebreakhez, az állás 40-15. Furcsa volt az előző labda, mert az első szerva jóval lassabb volt, mint a második, Mac Pétertől. Meg is van, Mac Péternek is. Azt mondja, hogy ez a második ásza volt, az állás 6-6, jön a tiebreak. Kicsit csóválja a fejét Peti, mert ezt nyugodtan megcsinálhatta volna 5-4-nél is. Szép. Szép, nagyon gyönyörű, megkontrasztja. Mac Péteri az első pont, Marozsán volt az adogató, ez tehát egy mini break. Ugyanúgy kezdi a tiebreaket, mint a Jászmát is, előny szerez, de meddig él bele ez a kérdés. Uha. Eddig. Az első szerv az nagyon, nagyon rossz volt, és így a második, ami sokkal lassabb helyzetbe hozta Marozsán Fábiánt. 132-es második adogatást láttunk, ez simán meg tudta támadni a fogadó. Megint csak egy ki nem kényszerített hiba, így 1-2 az adogató szempontjából. Aki most Marozsán Fábián lesz. Ő is ezt mondta. Hát ezek azok a pontok, amelyek ugye eléggé fájnak. Meg ezek is. Bizony, bizony. Ajándékba adtak egy-egy pontot egymásnak, így továbbra is marad a mini break előny. Az ötből eddig 3 pontot a fogadó nyert meg. És 4-2-vel mennek el térfelet cserélni. Hát megint olyan fázisba értünk, ahol ugye jobban áll Mac Peti, és kezében, most nem azt mondom, hogy teljesen a kezében van a játszma, mint 5-4-30 semminél, de ez azért számottevő előny, van még lehetősége, hogy javítson. Igen, egyszer még ő is szervál most rögtön. 4-2-nél, és akkor onnantól kezdve
Mi meglátjuk, hogy 4-3-ról vagy 5-2-ről folytathatja, azért egyáltalán nem mindegy ez a következő labdamenet, hogy ki neve mellé kerül ez a pont. Azt hiszem, az egyik legfontosabb pontot szereztem most meg ezzel. 5-2 az állás, ami ugye azt jelenti, hogy ha Marozsán megcsinálja a saját kettőjét, még mindig hátrányban lesz akkor, amikor ismét adogathat majd Mag Péter. De nézzük, visszaküzdötte magát a játszmában is, ez most szerencsével, de visszament. Szép, csak nem megy el. Hát ez most egy olyan labda volt szerintem Fábiántól, amikor ő is így félig meddig beletörődött, hogy itt 2-5-ről nem nagyon lehet esélye, ezt most nagyon kockázatosan ütötte, és így elég sok szett labdája van Mag Petinek. Bizony, volt már neki 2, ez a harmadik, és ez meg egy 2-es hiba. És az első játszmát így a tiebreakben 7-2-re nyerve Mag Péter viszi el a győri Masters torna első mérkőzésének első játszmája után. Kiegyenlített mérkőzés volt azért ettől függetlenül ez. Még már mint első játszma. Így van, de én úgy gondolom, hogy Fábiánnak jobban jött volna, hogyha nem 7-6-ra veszíti el, vagy 4-6, vagy 6-4-re veszíti ezt az első játszmát, mert ez a legrosszabb. Mag Petinek ott volt a kezében, 5-4-nél 30 semmilyen volt adogatott, és én úgy gondolom, hogy inkább neki állt a játszma, ő stabilabban játszott, ott aztán a lélektaninak fordult egy kicsit a mérkőzés menete, hiszen ott nyerő pozícióban visszaadta az adogató játékát, és így a rövidítésig jutottak el. Ott viszont hát hiába volt 2-2, az utolsó 5 pontot Mag Péter nyerte, és így végül is szerintem abszolút megérdemelten hozta ezt az első játszmát, ami ugye lehetett volna simán 6-4 is. Meglátjuk, hogy ez a pár játékot, amit hármad nyert,